Kétnapos látogatást tett városunkban a kínai Shanghai Szühely kerületének delegációja. A kapcsolat nem új keletű. 2013-ban Hévíz is ellátogatott már Shanghaiba, akkor egy fotókiállítást nyitottak meg a fürdővárosról, illetve kulturális együttműködési megállapodást is aláírtak a felek. Ennek a megállapodásnak egyik állomása a kerület tanácsának mostani látogatása. A hangsúly ezúttal is az oktatáson és a kultúrán volt. A vendégek részt vettek az I. és Gyula Általános Iskola néptánc tagozatának évzáró előadásán, és az intézmény kórusától is meghallgattak egy összeállítást, majd az iskola épületébe és az ott folyó munkába kaphattak betekintést. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy megtekintettük ma ezt az előadást. Látszik, hogy az iskola nagyon fontosnak tartja a hagyományok ápolását és átadását. Ez egy olyan terület, amit mi is fontosnak tartunk, és szívesen megismerkednénk még közelebbről a magyar kultúrával. Ezen kívül pedig maga az ország és Hévíz városa is nagyon szép. Mint Hévíz város polgármestere elmondta, dolgoznak azon, hogy az együttműködés még szorosabbá váljon, ezt pedig elsősorban egy cserediák kapcsolatban szeretnék megvalósítani. Egy döntés fog születni véletlenül arról, nem most természetesen, azonnal, hogy ezt a cserediák kapcsolatot, ami azt jelenteni, hogy hévízi kisdiákok egy hétre, két hétre ki tudnak menni kínai iskolába, Shanghaiba, és ők pedig ide jönnének, és tanulnának egymástól. A cserediák kapcsolat során a különböző művészeti ágakban kiemelkedő hévízi diákok tanulhatnának egy másik nemzet kultúrájáról, ottani szokásairól, miközben elviszik magukkal és népszerűsítik a magyar művészetet. A delegáció hévízi látogatását hivatalos megbeszélés zárta a Városházán.